Az ápolókat ünnepelték a megyeházán. Az országgyűlés 2014-ben döntött arról, hogy február 19-én Kossuth Zsuzsanna születésének évfordulóján ünneplik a Magyar Ápolók Napját. Kossuth Lajos húga a tábori kórházak főápolónője volt, aki már az 1848-as harcokban megszervezte a hadisebesültek ellátását. A keddi ünnepségen elhangzott, az ápolók nélkül elképzelhetetlen lenne a gyógyítás, valamint az orvosok munkája is. Nagyon meg kell becsülni a ő munkájukat. Egy sok évtizeden keresztül alábecsült, főképpen nem megfizetett szakmáról volt szó. Most örömmel halljuk azokat a híreket, hogy egyfajta bérfelzárkózás elkezdődött az ápolói hivatás megbecsülése terén is. Persze ez a hivatás nem elsősorban pénzkérdés, hanem valóban hivatás, a szó legnemesebb értelmében, és évente egyszer rájuk figyelünk, az ő munkájukat becsüljük meg, és hát örömmel tesszük ezt a megyeházán és a megye közönsége nevében, a megyei közvélemény nevében fejezzük ki köszönetünket az ő munkájukért. Idén is 25 ápoló kapott kitüntetést és jutalmat az Ápolók Napján szervezett ünnepségen. Ezeket az elismeréseket 2014 óta azok a kórházi dolgozók kapják, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a munkájukban. A kormány az utóbbi években béremeléssel, a lakhatási körülmények javításával, valamint az igénybe vehető ösztöndíjak szélesítésével segítette az ápolók elhelyezkedését és pályán maradását. Nagyon sok a pálya elhagyó, nagyon sok a fiatalok, akik külföldet választják, de azért van egy, szerintem egy nagyon biztos kis mag, aki dolgozik, és dolgos méhecskeként végzi a feladatát, és helyt áll a mindennapokban. És kevesen vagyunk, de tehát én úgy ítélem meg, hogy azért tudjuk ellátni a feladatunkat, és az ellátás nem csorbul, és nincs ebből probléma. A rendezvényen elhangzott, jelenleg 3218 szakápolót foglalkoztat a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház. A kormány programja mellett a megyei kórházakban többek között ösztöndíjjal és nővérszálló építésével segítik az ápolók boldogulását. A kormányzat is úgy szintén azt a programot, amit 2016-ban elindított, tehát az ápolók bérfelzárkóztatási programot fogja folytatni. Hisz tegnap miniszter úr be is jelentette, hogy ugye Mihalica ösztöndi, tehát ápoló ösztöndi képzést indítanak el, nővérszálló építésekbe kezdenek. Ebből örömmel elmondhatom, hogy Nyíregyházi megyei kórház is egy új épületet fog építeni, tehát megvan hozzá a forrás. Most zajlanak a különböző közbeszerzési eljárások. Remélem, hogy rövidesen egy alapkőletételt meg tudunk csinálni. És hát nem beszélve arról, hogy az a 72%-os béremelési program, ami 22-ig meg fog valósulni, azt gondolom, hogy az ápolóknak az elismertségét jelenti. A Dorján Gusztáv hozzátette, a megyében az ápolók számára versenyképes szakképesítéseket, valamint folyamatosan javuló munkakörülményeket biztosítanak, ami szintén a pályán maradásukat segíti.